Köszöntöm Önöket itt a Sport 24-ben, kedves nézőink! Bogdán Ádám, a Liverpool és a magyar labdarúgó válogatott kapusa exkluzív interjút adott a reggeli startban Szombati Pálnak. Hamarosan jönnek a részletek, de előtte mutatjuk mai témáinkat. Bolt brutális. Usain Bolt a 100 után 200-on is megverte Gatlint, és már 10-szeres világbajnok. Mario Balotelli hivatalosan is a miláni, bár szerződés kötelezi a rendes viselkedésre, nem lesz könnyű megregulázni az öntörvényű támadót. Szeptemberben már védene, Bogdán Ádám a reggeli startban mondta el, hogy tudja, mi kell ahhoz, hogy ő védhessen a Liverpoolban. Szerdán este kialakult a labdarúgó bajnokok ligája csoportköre, 32 csapat szerepel a főtáblán, csütörtökön reggel az UEFA elkészítette a kalapokat, este pedig megtörtént a főtábla sorsolása. Mutatjuk! Minden készen állt Monakóban arra, hogy kisorsolják a bajnokok ligája 2015-2016-os szezonjának csoportjait, és bár a kilátás sem rossz a hercegség apartmanjainak erkélyéről, azért csütörtökön kora este inkább mindenki a golyókat várta. A golyók pedig idén is csapatok neveit tartalmazta. 32 együttes, 8 négyes csoportba került. Zlatan Ibrahimovic majd haza is látogathat Malmöbe, meg Madridba is a PSG ikonjaként. A BL-ű kvartetbe került a visszatérő Manchester United, a PSV, a Moszkva és a német ezüstérmes. Az újonc Astana egy nagyon kiegyensúlyozott négyesbe került, portugál, spanyol és török rivális mellé. Talán a D a halálcsoport, ahonnan már a továbbjutás is nehéz lesz. A tavalyi finalista Juve, a nemzetközi szinten is alkotni vágyó Manchester City és az Európa Liga címvédő Sevilla is tagja a csoportnak. A BL bajnok Barcelona-Róma párharca is pikánsnak ígérkezik az E csoportból. A Bayern München-Arzenál csata is rendre visszaköszön a bajnokok ligájában, ezúttal nem a kieséses rendszerben találkoznak kétszer a felek, és zágrábi, valamint aténi kirándulás is vár rájuk. José Mourinho egykori sikerei színhelyére térhet vissza a Chelsea-vel, míg az ABC szerinti utolsó csoporta Zenit-Valencia-Lyon-Gent 4-es. Az első fordulót szeptember 15-16-án rendezik, a május 28-ai döntőnek pedig Milánó ad otthont. A pekingi atlétikai világbajnokságon a férfi 100 döntőjének visszavágóját várta mindenki a férfiak 200-as fináléjától. A klasszikus távon vasárnap Usain Bolt mindössze 1 századdal győzte le Justin Gatlint, úgyhogy az amerikai nagyon fente a fogát a jamaikaira 200-on, de aztán az igazi nagy párharc mégis elmaradt. És akkor fussunk is neki. Usain Bolt a 100 méteres síkfutás után 200 méteren is nyert a pekingi atlétikai világbajnokságon. Ezúttal is ott volt a döntőben Justin Gatlin, aki a rövidebbik sprintávon nagyon megszorongatta a jamaikai sprintert. Viszont most nem volt kérdés, hogy ki nyeri a nyolcak versenyét. Usain Bolt a végén még ki is engedett, így is a világ idei legjobb eredményével 19,55 század másodperces idővel nyerte meg második világbajnoki aranyérmét Pekingben. A 200-on sorozatban negyedik VB aranyát nyerő szupersztár mögött ezúttal is Gatlin lett a második. Bolt ezzel egyedüli atlétaként már 10 világbajnoki címmel büszkélkedhet. Alison Felix pedig 9-el, miután megnyerte a női 400 méteres futást. Az egykörös verseny első felében már nagy előnye volt az amerikai hölgynek, akinek a végére is maradt még ereje, így szintén a világ idei legjobb idejével nyert Shauna Miller és Sherika Johnson előtt. Férfi hármasugrásban az amerikai Christian Taylor érezte, hogy nagyot ugrott. 18 méter 25 cm-es ugrásával pedig újabb világbajnoki címet szerzett. A madárfészek nézői csütörtökön láthatták még a női kalapács verseny történetének második legnagyobb dobását is. A világcsúcs tartó lengyel Anita Vlodarczyk 81 méter 8 cm-es legjobbjától ezúttal elmaradt, de 80 méter 85-ös dobása így is aranyat ért. Mario Balotelli tiszta lapja a Milánnál még makulátlan. Régi új csapata, 7 parancsolata szerint a futballista nem csinálhat magának extravagáns hajat, nem öltözködhet feltűnően, nem dohányozhat, alkoholt csak mértékkel fogyaszthat. Nem járhat éjszakai szórakozóhelyekre, és egyáltalán nem rombolhatja a klub imázsát a közösségi oldalakon. És persze időben meg kell jelennie az edzéseken. Balotellinek súlyos módja van. Rövid híreink jönnek. Most már férfi vagyok, és nem fogok problémákat okozni, nyilatkozta Mario Balotelli a Gazzetta dello Sportnak, miután csütörtökön hivatalossá vált, hogy Liverpoolból kölcsönbe az AC Milan együtteséhez kerül.
A 25 éves olasz támadó viszont a jelek szerint még kisgyermek volt az Anfield-en töltött elmúlt szezonban, hiszen az egyik edzés előtt állítólag a legújabb szupermobillal érkezett meg csapattársa, amit Mário is azonnal szeretett volna. Ezért az edzésen sérülés miatt bekéreckedett az öltözőbe. Mire a társak is végeztek a tréninggel, Super Mario egyik asszisztensének köszönhetően már bent nyomkodta az egyharapás hiány teljes almás készüléket. Nyilván Milánóban ilyen sztorikat már nem hallunk majd az egy évre érkező csatárról. Novák Djokovic már nem csak a teniszben világelső, hanem lassan a gyermekekért tett erőfeszítéseiben is. A világranglista vezetőjét ugyanis kinevezték az UNICEF jószolgálati nagykövetének. Én azok közé a szerencsés emberek közé tartozom, akiknek megadatott életükben, hogy valóra váltsák álmaikat. Szeretném, ha erre minden gyermeknek lehetősége lenne, nem csak Szerbiában, hanem a világ minden pontján. Mindenki megérdemli az egyenlő esélyekkel való indulást és az oktatáshoz való hozzáférést is, hisz ez mindennek az alapja. Djokovic a ceremónián azt is elmondta, hogy megtiszteltetésnek tartja a kinevezést, és ahogy eddig az ENSZ gyermekalapjának szerb nagyköveteként, úgy most is a gyermekek kedvezőbb életkörülményeinek megteremtéséért fog küzdeni. Az erejét viszont érdemes beosztania, hiszen hétfőn kezdődik a US Open, amit eddig egyszer még 2011-ben sikerült megnyernie. Ez a látvány is éppen elég hajmeresztő, ezekről az ugrásokról pedig már nem is beszélve. Zakintos szigetét pár napra ellepték ugyanis az adrenalin függő bázisugrók. Amikor itt állsz a sziklaszírt szélén és körbenézel, egyből érzed, hogy a természettel egyszerűen nem húzhatsz újat. Bárki, aki lát egy fotót erről a varázslatos öbölről, rögtön ide akar jönni ugrani. Nem is csoda, hiszen ez a hely maga a mennyország, nincs is ennél jobb hely a bolygón. A bázisugrók több mint 300 látványos produkciót mutattak be naponta. A nagy cél miatt azonban a rizikós elemeket megkövetelő verseny helyett egy barátságos bemutató alakult ki a Görög-szigeten. Mint ahogyan azt már az elmúlt 6 évben megszokhatták, idén is nálunk láthatják a Premier League küzdelmeit hétről hétre. Az mindig különös öröm számunkra, ha magyar játékosok mérkőzéseit közvetíthetjük a világ legnézettebb labdarúgó bajnokságából. A Liverpoolban játszó Bogdán Ádámot is szeretnénk, ha megmutathatnánk végre a kapuban, és ahogyan a mai reggeli startban nyilatkozott, ez hamarosan be is következhet. A labdarúgó Európa Ligát idén is a Digisporton követhetik figyelemmel, azzal a Liverpool-lal, amely a második számú európai kupasorozatot eddig háromszor nyerte meg. A negyedik sikerére hajtó Liverpoolban Bogdán Ádám egyelőre még csak második számú kapus, de ahogy a csütörtöki reggeli startban elmondta, reméli, nem sokára lehetőséget kap majd a bizonyításra. Nyilvánvalóan én számítottam rá, hogy nekem ez egy kis időbe fog telni, még fölveszem a tempót, és nagyon komolyan ki tudom hívni, de szépen lassan összeáll a kép, és kiismerem magamat egyre jobban, erőlétben, erőben, bármiben sokat fejlődtem, és azt gondolom, hogy egyre komolyabban tudom őt megszorongatni edzésem, és ez is a célom, hogy fejlődjek. Remélem, hogy itt azért sűrűsödik a program szeptembertől, ugye beindul az Európa Liga, beindul a kupa sorozat, az a Capital One Cup, hogy több meccs lesz, és addigra jutok egy olyan szintig, hogy meccset tudok kapni. A Liverpool mellett válogatott, hiszen a magyar csapat sorsdöntő meccsek előtt áll, és az új szövetségi kapitány bővebb keretében is ott van Bogdán Ádám neve. Nyilván bízom benne, hogy ott lehetek a szűkebb keretben, azon túl, amely az sikerült, hogy nyilvánvalóan abban bízok, hogy olyan edzés munkát tudok produkálni, amivel jó benyomást teszek rá. Ennél nyilván fontosabb az, hogy két olyan eredményt érjünk el, amivel ott vagyunk a csoport első két helyén, vagy oda kerülünk az első két helyén. Nyilván elsősorban először a román meccsre kell koncentrálni, hiszen az következik, aztán lehet majd az északirekre, de nagyon fontos két meccs jön, amiből jó kell kijönnünk. Hamarosan az egy évvel ezelőtt összeveszett és szétvált Kökény Roland és Dombi Rudolf kajakpáros céljait mutatjuk meg önöknek, amiket nem külön-külön, hanem együtt terveznek, de előtte mutatjuk képekben is. Újra együtt az olimpiai bajnok páros. Dombi Rudolf és Kökény Roland sútba dobta a korábbi ellentéteket a címvédés reményében. Válműtét után, világbajnokság előtt, Belki Krisztiánt egy VB dobogós helyre építheti ki az olimpiára.
és végül megmutatjuk, hogyan hangol a Team Peugeot a januári Dakarra, a Sejem Ultralin. Bizonyára kevesen hiszik, hogy egy harmadosztályú és egy első osztályú csapat között összejöhet egy fordulatos, izgalmas összecsapás. Hát most az angol ligakupában a Barnsley és az Everton találkozóján, amelyet itt láthattak a Digisporton, összejött a gigaparás hangulat. Hoppá! És ott a második gól! 2-0-ra vezet a Barnsley az Everton ellen. Hát ez egészen hihetetlen. Vajon mire gondol Roberto Martinez? Nem vagyunk gondolatolvasók, de valószínűleg arra, hogy a szünetben cserélni kéne. Ám erről majd kicsit később, hisz a Barnsley-Everton ligakupa meccs első félideje nem a vendégek vezetőedzőjének gondolatairól, hanem a harmadosztályú hazai csapatról szólt. Fél óra sem kellett ugyanis, és meglepetésre a Barnsley már 2-0-ra ment a Premier Ligás Everton ellen. Na de vissza a sejtelmes gondolatokhoz, Martinez a szünetben ugyanis beküldte a korábban Barszás szupertehetségnek tartott Deulofeut, aki azért valamit mutatott abból, miért is vártak tőle annyira sokat. Deulofeu. Tőle jön a beadás, gól! 2-2, Naismith is betalál. Már is eltűnt a két gólos különbség. A spanyol támadó ugyanis három gólpasszal jelentkezett a meccs hátralévő részében, így végül kulcs szerepet vállalt az Everton továbbjutásában, amire azért így is elég sokat kellett várni. Miután a Barnsley egyszer még visszavette a vezetést, de ez sem tartott sokáig. Lukaku ugyanis még a 90 perc letelt előtt egyenlített, így 3-3 után jöhetett a hosszabbítás, ahol még az Everton vezetését jelentő öngólhoz is Deulofeu adta a gólpasszt. Ám a liverpooli csapat sikere nem csak rajta múlt, hisz Lukaku is rendre jókor volt jó helyen. Ez most nagy lehetőség. Barkley labdája, Lukaku eldöntheti, meg is teszi. Lukaku a második gólját szerzi, 5-3-ra vezet az Everton, és ezzel minden bizonnyal be is jut a legjobb 32 közé itt a Liga kupában. Tavaly nyáron Kökény Roland és Dombi Rudolf, a 2012-es olimpiai bajnok kajakpáros összeveszésétől volt hangos a hazai sportsajtó. Hatalmas feszültségek közepette váltak el egymástól, most azonban fordult az a bizonyos kocka, vagy a szélirány, vagy nem tudni mi, ami igazából mindegy is, hiszen most újra azt szeretnék, hogy tőlük zengjenek a médiumok, csak most egy egészen más okból. Hát jó lenne megvédeni azt az olimpiai címet. A jelenlegi zajló kajakken OB legfontosabb mondata ez. Elsősorban nem azért amit, hanem hogy aki, vagy inkább akik mondták. Dombi Rudolf és Kökény Roland, London olimpiai bajnok párosa, még tavaly nyáron egy sikertelen válogató után vált szét. Ráadásul akkor úgy tűnt örökre. Szerencsére most mégis meggondolták magukat. Közös ötlet volt, hogy együtt találtuk ki, megbeszéltük és elkezdtük. Mélyről indultunk, pár hét alatt ideig jutottunk, örülünk neki. Az idáig jutottunk, most a K2 ezren szerzett második helyet jelenti az OB-n, a Hufnagel Tibor és a drogügye után visszatérő Dombári Bence kettős mögött. Ám a Kökény-Dombi aranypáros még csak pár hete ült újra össze, és tudják, hogy ennél már csak előrébb juthatnak. A szokás szerint, ahogy ezt szoktuk volt mondani, azt hiszem a cél az egy jó felkészülés, mindenképpen arra kell koncentrálni, mert álmodozhatunk arról, hogy meg akarjuk védeni a címünket, ha ki se jutunk oda. Úgyhogy tudjuk, hogy nagyon sok munkára van még szükség, de tudjuk azt is, hogy jók vagyunk így együtt, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk az elmúlt évből is, azt gondolom, ami furcsa, de előnyünkre válhat. És ebből az újraegyesülésből a magyar kajakkenu sport is csak profitálhat, főleg, hogy a milánói kvalifikációs VB-n K2 férfi 1000 méteren nem sikerült kvótát szerezni. Tehát a válogatottban egy jó férfi ezres páros úgymond hiányposzt. Tehát ennek a kibékülésnek a riválisokon kívül mindenki örülhet. Örülök nyilvánvaló, tehát minden olyannak örülök, ami azt eredményezi, hogy az eredményességünk azért, illetve az esélyességünk a jövő év olimpiára az nő. Igazából már ezt a világbajnokság előtt eldöntöttük, hogy együtt. Tudtuk azt, hogy együtt tényleg jól tudunk evezni, és meg ennek van értelme jövőre. Tehát Dombi és Kökény újra egy hajóban. És ha valaki lemaradt volna a riport elejéről, akkor most újra megmutatjuk, ez miért jó. Hát jó lenne megvédeni azt az olimpiai címet. Az olimpiai bajnok tornász Berki Krisztián 2014. októberében világbajnoki aranyérmét súlyos válsérüléssel szerezte meg. A VB után kivizsgálták, és egy centi hiányzott ekkora kulcs csontjából. Edzőjével, Kovács Istvánnal bíztak abban, hogy gyógytornával megúszhatják a műtétet. De nem így történt, ez év márciusában súlyos operáción esett át. Megnéztük egy hónappal a világbajnokság előtt, hogyan szuperál az a bizonyos vál, főleg, hogy Krisztián olimpiai kvalifikációért megy a VB-re.
Ez a keresd a különbséget a két kép között játék bizony sok mindenkin kifogna, hiszen a legfontosabb eltérés láthatatlan, de annál inkább érezhető. Berki Krisztián ugyanis válműtéten esett át márciusban a két forgatás között. Az elmúlt egy hónap az nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon sokat tudtam edzeni, végre tudtuk úgy terhelni a vállamat, mint szerintem utoljára gyerekkoromban. Az volt az érdekes, hogy majdnem ugyanolyan támaszom volt, mint a tavalyi világbajnokságon. Szóval a gyógytorna az erősítések hatására annyira felerősödött a vállam, hogy nem kellett visszaszoknom nagyon a lóra, az elemeket kellett újra begyakorolnom, megtanulnom. Nyilván technikailag, tudásban azért ezek megvoltak, csak ugye nagyon sokat kell gyakorolnom, és még a mai napig, akár a világbajnokságig is folyamatosan gyakorolnom kell, hogy minden tökéletes legyen. Erre van még egy hónapja olimpiai bajnok tornászunknak. Annak minden esetre örül, hogy a tavalyi évvel ellentétben ezt az időt már biztos, hogy nem zavarják meg a fájdalmak. Szerencsére nagyon jól vállam, tényleg azon kívül, hogyha időjárás függvénye az, hogy feszül egy picit jobban, vannak néha erős feszülések, de ez nem az a fájdalom, ami a műtét előtt volt. Úgyhogy az a nagyon nagy szerencsém, hogy igazából amiért a műtétet vállaltuk, az sikerült. Sikerült visszaerősíteni ugyanolyan szintre, sőt talán még most erősebb is a vállam, mint volt. Pedig a fájós vállal világbajnokságot nyert Krisztián 2014-ben. Egy dobogós hellyel idén már olimpiai kvótát is kapna. Több mindenkinek van repülje, mint nekem, úgyhogy igazából bár érdekes, hogy bárkivel találkozok, mindenki ott lesz Rióba, egyelőre csak nekem kérdőjel még a dolog, de most elsődlegesen Glasgow-ra koncentrálok a világbajnokságra. Én szeretném ugyanazt a formát hozni, amit a tavalyi világbajnokságon, és a 7 pontos gyakorlattal kiutazni, és hogyha ez a gyakorlat ez megvan, akkor igazából elég nagyon sok mindenre. Akár egy világbajnoki aranyra. Adásunk végén egy hamisítatlan sivatagi sóra hívjuk Önöket. A mai végeklipben a Red Bull Dakar team a híres Sejem Motor Rallyra készül. Ezekkel a képekkel búcsúzunk mára, viszontlátásra!